Én mindig színésznő akartam lenni. Tehát tudtam, 90-es évek elején én találtam egy interjút, ott te még nagyon gondolkodtál azon, hogy nagyon szeretnél gyereket. Hát nem tudom, akkor az egy pillanatnyi állapot. Igen? Igen. Valószínű, hogy... Hát, hogy épp szerelmes voltál, nem? Igen, igen. De valahogy a szerelmeim is olyan helyzetbe hoztak, hogy az olyan hamar kiderült, hogy így egymást talán jobban szeretjük. Mint hogy legyen egy közös. Igen, igen, igen. De nem akarok indiszkrét lenni, nem, tapintatlan, nem. De volt olyan interjú, hogy utaltál rá, hogy lehetett volna. Lehetett volna, de ott meg az hihetetlen józanságom és kíméletlen tudatom az, hogy tudtam, hogy én ezt egyedül nem fogom tudni végigcsinálni, és nem akarom. Azt mondtad, hogy azok a férfiak, akik veled voltak, azok aranyszobrot érdemelnének. Az biztos. De miért? Micsoda hőstettekre van nem, szükség? Nem, egy színésznőt elviselni, az nem egy egyszerű dolog. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Csákányi Eszter, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, édesapja Csákányi László. A Nemzeti Színház stúdiójának növendékeként kezdett, aztán 19 évig volt a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja, ezután a budapesti Katona József Színház, majd a Kréta Kör tagja. Szabadúszóként fellépett többek között a Pintér Béla Társulat, az Orlai Produkciós Iroda és a Madách Színház előadásaiban. 2017-től az Örkény Színház Társulatának tagja. Ő következik. Amit azt már megszokhatták, igen. Mindig teátrálisan átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek, ez esetben Csákányi Eszternek. Úristen. Ezen a papíron kifejezések szerepelnek, rejtjeles, talányos kifejezések, valamennyi az ő életének egy meghatározó szereplőjére, egykori idézetére, valamelyik általam érdekesnek tartós aspektusára utal, úgy, hogy erről az én hitem és reményeim szerint Csákányi Eszter se feltétlenül tudja, hogy mire utal. Mert hogy ő fogja kiválasztani, hogy miről beszéljünk. Jó, de nem fogunk mindenről beszélni? Hát jaj, nem lesz, ja, nem lesz mindenre nincs, időnk. Nincs időm, jaj, akkor pláne. Azok kedvéért, akik csak hallanak és nem látnak bennünket, felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választhat. Beelőztem. Nagyítóval. Helyes irányba. Menni fog. Erre mi szükség volt? Csőlátás? Miben inspirált? Járna nekik. Ragaszkodom hozzá. Egyoldalú szerelem. Lelkemre vettem. Agyamra megyek? Tényleg hozzátartozik? Mi a párhuzam? Vizsgadruk. Utólag örülsz neki? Tűz és víz. Jó. Akkor... Akkor egy ilyen bizarabb, az egyoldalú szerelem. Az egyoldalú szerelem, és ez egy vélelmezett egyoldalú szerelem, ez szerintem Mészáros Mártára utal. Igen. Mert ugye az utóbbi időszakban többször volt egy ilyen kiszólásod, hogy te ájú csodálattal figyeled őt, te mindig hozzátetted kicsit keserédesen, hogy úgy tűnik, hogy ez csak a részedről nem, van így. Igen, de nem pontosabban valóban, nem a reakciója volt furcsa, de különben, mindjárt el fogom persze mesélni, volt egy ilyen rettentő jó riport, amiben nagyon jó kérdéseket tettek föl, és akkor volt egy ilyen, hogy milyen rendező, kivel dolgoznék szívesen. És persze ez is olyan zseniális dolog, mert ezt is úgy megfigyeltem magamban, hogy az mindig az akkori állapot a lényeg. Tehát én nyilvánvalóan nagyon sok mindenkivel dolgoznék, de akkor pont valahogy egy ilyen női vágyam volt, hogy a Mészáros Mártával nagyon szeretnék dolgozni. Mészáros Márton nagyon sokat látott engem Kaposváról, lejöttek még annak idején a Jancsóval, tehát követte mondjuk nem konkrétan az én pályámat, de látta az én munkáimat. És a filmeket is látta, amit főleg abban az időben a Gazdag Gyulával csináltam nagyon sok filmet, ami a Márta tudom, hogy nézte, és a Gyulával nagyon jóba is van. És akkor ez volt, hogy hát annyira szeretnék a Mészáros Mártával dolgozni, és akkor valahogy ez a hír eljutott hozzá, és akkor visszaüzente, hogy ő is nagyon szeretne velem dolgozni, de majd csak akkor, hogyha egy olyan nagyszerű vígjátékot vagy komédiát fog rendezni, akkor fog felkérni. Ez fájt neked? Ez olyan értelemben fájt, hogy ez nagyon kategória, beskatujázása egy színésznek. Tulajdonképpen az én pályámnak ez egy fájdalma.
Ezt bevallom őszintén. Hogy komika vagy szégyen. Sokak fejében? De én az vagyok, tehát én egy szélsőséges ember vagyok, szélsőségesen dolgozom, és valóban, amit én jelentek, ez egy lényeges dolog, a színésznek tisztában kell lenni a saját jelentésével, tehát amit én jelentek, valóban ez az mosolyt fakaszthat az emberekből, vagy vígjátékra alkalmasabb az alkatom. De, és akkor itt mondom a det, hogy hál' Istennek a pályám során voltak olyan munkáim, amik esetleg egy másik oldalamat is elég erősen megmutatta, például a Terápia című sorozatban. Ugye ezeket ki lehet mondani, ezeket. Jó, csak nem tudom, hogy csatornák, kiterel kit, de már az nem tud segít, mert az HBO az már épp most vonult ki, úgyhogy nem. Tehát, és hát ott két évadot végigcsináltam egy viszonylag komoly szerepben, és úgy tudom, hogy siker is volt, tehát siker volt nagyon az a sorozat. Én a Mácsainak voltam a pszichiátere, és tudom, hogy ki abból a szerepből, amit lehetett, meg tudtam oldani, nagyon jó volt a munkám a Palival, a Mácsainak. Tehát, ha jól dekódolok. És mégsem, tehát akkor ezt megcsináltam, ezt a terápiát, és nem tudok valahogy becsúszni egy más. Tehát én most főleg a filmes dolgokról beszélek, és tulajdonképpen még azt is el tudom mondani, hogy onnantól kezdve gyakorlatilag talán egy sorozatot csináltam a Fazekas Csabával, aki folyamatosan dolgozik velem, a Swing című filmet rendezte, és ő csinált egy sorozatot, ő vele dolgoztam, de hogy nem hívtak utána. De ki most szeretnél te lenni? Vagy mi lennél te? Nem, hát... Mondj egy szerepet akkor. De nincs szerep, tehát nem lehet ilyeneket. Amit az elmúlt 10 évben mondjuk hát például a Terápiában az Ágnes, tehát az egy nagyon jó példa, hogy az úgy elsőre nem jut senkinek eszébe, hogy én eljátszhatok egy pszichiátert például. Jól tudom, hogy nem te voltál az eredendően kiszemelt erre a szerepre. Nem, arra sokan voltunk, mert casting voltunk, tehát én járok rendszeresen castingra a mai napig, és ott nem, hát az én korombeli kolléganőim is voltak castingon, tehát ott nem volt előre eldöntve, de az biztos, hogy a végén hívott be az Enyedi Ildikó, tehát már az utolsó. Tehát párakat már megnézett. Igen, igen, igen. Te úgy mentél oda? De az egy tényleg. Hogy az ide egy, nekem az oroszlánt, vagy még téged is meglepett? Nem lepett meg. Nem lepett meg? Nem, mert én ott úgy éreztem, ott volt először életemben egy olyan történet, hogy tudtam, hogy én ebből a legjobbat ki tudom hozni, és ki is hozom. És ha nem kellek, az az ő problémájuk. Az tehát ő én, problémájuk. Tehát nem sértődött, tehát ott már úgy éreztem, hogy, mert én tudtam, hogy fogok kelleni. Tehát ha ez nem kell, akkor az ott nagy baj van. De akkor mi lett volna, ha azt mondja Enyedi Ildikó, hogy egy másik jeles magyar színésztől esett? Hát akkor elfogadom, hát nem tudom, mert nemrég történt velem egy ilyen fájdalom, hogy egy rettentő jó munkát szerettem volna megcsinálni, nem mondok neveket, nem mondok filmet, mert még nincs is, nem is annyira publikus maga a film, de én azt rettentően, és nagyon nekem való volt a szerep, és mégsem kaptam meg. Tudod az okát? Én nem tudom az okát, csak nagyon, tehát én józanul gondolom a dolgokat, tehát ott egy elég nagy csapatba kellett lennem, és valószínű, hogy a csapat tagjait nem tudták hozzám, vagy én hozzájuk nem tudtam. Tehát ott nem egy, mert a Mácsainál egy partner volt. Igen, és azért egy nagy csapatban, hogy 8-10 ember függ egymástól, azért ott már mások a szempontok. Az és is ilyen drámai szerep? Tehát drámai? Nem, az nem. Hát olyan finoman drámai, de azért humoros, de azért fájdalmas. Nagy csodálatos szerep. Megsebzett, amikor kiderült, hogy miért fájt, mert nagyon az utolsó pillanatig úgy tűnt, hogy meg fogom kapni, sőt, még majdnem ígéretet is kaptam, amíg ezt is mondhat. De elfogadom, tehát tökéletesen, tehát semmi
hogy mondjam, ennek így kellett lenni. Tehát azért mondom, hogy egy ilyenbe ez is belecsúszik. Rendezőkkel szívesen dolgoznék, tehát azok izgatnak, hogy talán. De hát azok nem csinálnak, hát mondjuk a Jeles Nemes András például, vagy a papája, a Jeles András, aki nagyszerű volt. Tehát a Gyuszi és a Gazdag Gyula is nagyon sokat akart még dolgozni, de voltak munkái, forgatókönyvei, amit nem fogadtak el. Tehát, meg hát a fiatalok most ott nagyon, de különben a színházi életben is nagyon erős generáció van most, akik nagyon-nagyon tehetségesek és izgalmasak. Úgyhogy hátha. Igen. Válaszunk kérlek egy másik kifejezést. Egyet akkor kilőttünk. Akkor ki pipusz, az akkor nehogy még egyszer, mert már annyira hülye vagyok. Az egy oldalú szerelem. Odaadom okay. A tollat. Jó. Kihúzom, hogy akkor ez... Jaj, Istenem, te, jaj, ezeket. De különben szerinted hány téma lesz? Szerintem jó, 5. Jó, hát hogy úgy belőjem. Akkor sem az baj, ha 7, akkor sem 3. Oké. Jaj, Istenem, menni fog. A menni fog arra utal, hogy te... Azt mondtad, hogy ha valamit te a fejedbe vettél, igen, azt úgy általában el szoktad érni. Igen. Hogy csinálod? Mindent megteszek az ügyért, hogy megcsináljam. Mindent. Ez szakma ebben, vagy magánélet? Hát magánélet, ez egy bizarr kérdés. Az már nem ennyire egyértelmű. Az már nem, arra nem mondanám, hogy menni fog. Az bonyolultabb. A magánélet az bonyolult. De mi azért van a szakmában, nem, ami felszabadít, és a magánéletben nincs hát, jelen? Mert az, ott a magánéletben törékenyebb az ember valahogy, vagy esendőbb, vagy ott a szakmában rettentően fontos a tudatosság, az erő, tehát ezt akár lehet erőszaknak is nevezni, tehát én nem szégyellek felhívni adott szituációba embereket, hogy esetleg dolgoznék velük. Kit hívtál fel? Hát most ezt nem, most ezeket nem, ezek intim dolgok. Én eredendőleg azt hittem, hogy ez valamilyen raffinéria terészedről, hogy eléred, amit nem, akarsz. Ezek nem. Szerint inkább egy ilyen célhoz rendelt nem, álhatatosság és ilyen rámenőség. Igen, rámenőség, de miután tudom a célomat, egyszerűen nem hagyom, tehát nem hagyom, hogy ne értsék meg. De általában ezek nem szoktak. Tehát én nem akarok olyan emberrel dolgozni, aki nem akar velem dolgozni. Tehát az butaság lenne. Jól is menedzselted magad szerinted ez alatt a pár évtized alatt? Pár évtized, 50. Szerintem az elején még azért főleg a szerencse motivált, és azt nem szabad kihagyni az én pályámon azt, hogy természetesen egy rögös út volt, de rettentően tehetséges helyekre mentem, és azért ebben szerencse is volt. Persze természetesen azt hozzá gondolom, hogy azért kellett az én kezdő tehetségem is ehhez az úthoz. Azért azt úgy elmondom, mert azért ezt úgy annyira nem mondtam még el, hogy például én nagyon szerettem volna, tehát valóban Kaposvárra mentem le, de akkor volt egy csodálatos szerelmem, akinek nem mondom a nevét, és ő Kecskeméten volt színész, és akkor én nagyon akartam vele lenni, és akkor a Ruszt József az ismert engem, és mondta, hogy nem. De miért nem? Sose nem, nem. Hát nem, egy ilyennél, amikor az ember kezdi a pályát, akkor ott nem egy ívet látnak, hanem hogy az alkata vagy hogy kell-e, hogy van-e hely rá. Mert ez ugye egy kezdő színész, egy kezdő csoportos szereplő, vagy segédszínész. És vagy akkor ez egy jobb színház volt, mint a Kaposvári. De nem, ugyanolyan jó volt, és közben meg Kaposvári is teljesen véletlenül csúsztam be, mert ott is számra van, mit tudom én, egy évben fölvetnek 5-öt, tehát ugye az van egy keret, és akkor oda úgy mentem, hogy akkor, mikor még én felvételiztem, akkor volt egy ilyen a Zsámbéki részéről, hogy nem biztos, hogy föl tudom venni, mert nincs hely. És akkor erre én mondtam, hogy jó, akkor bárminek lemegyek, kellékesnek, vagy mindennek, majd egyszer csak lesz hely. És akkor szerencsére egy lány elment,
évad végén fölmondott. Mi lett volna, ha nem megy el? Hát akkor lemegyek Kelékesnek, vagy mit tudom. Végig jártad volna onnan? Hát onnan azért nem lett volna olyan hosszú az út, mert akkor tényleg valaki kiesik, meg valaki beugrok. Tehát én annyira azon voltam, hogy csináljam, és minden próbát néztem, mindent. Tehát egyszerűen, sőt, hát az első munkám, amit a Zsámbéki csinálta, mindjárt eszembe fog jutni a címet, persze tudom, a Shakespeare darab, amiben a Jucit játszottam, és ott minden próbán ott ültem, hát nem voltam végig a színpadon, és akkor bárki helyett kellett valamit csinálni, akkor rögtön mindig mondta Zsámbik, hogy akkor Eszter, menjen föl, akkor csak állj oda be. Tehát, és te mentél és boldogan mentem, és már egy idő múlva már így hátranézett a Zsámbik, hogy ülök-e a próbán. Tehát valahogy ebből ez nekem jött, ez lehet, hogy ez egy erőszakos dolog, de én ezt akartam csinálni. Volt ez valakinek bármikor is terhére? Hát ezt én nem tudom, de biztos. Biztos? Biztos, hát van ez az önálló estem, amire szeretettel meghívlak. Köszönöm. Június 1-én játszom most ebben az évadban utoljára, és ott például beszélek erről kifejezetten egy hosszan, hogy én valószínű, hogy sok vagyok, és sok is vagyok, én tudom, hogy sok vagyok, és valahogy ez lehet, hogy valakit irritál, vagy modorosnak gondolja, de én ilyen vagyok, tehát nem tehetek róla. És próbáltál akkor ezen valamit is korrigálni? Hát amikor rám szólnak, hát az, hogy sok vagy, meg hogy egy próbán, kicsit, mondjuk. Hát a próbán nem, mert ott örülnek, ha sok vagy. Mert akkor mikor vagy te sok? Hát általában mindig, nem tudom. Társulaton belül? Hát most már azért persze más a szituáció, már nem is vagyok olyan sok. Igen, meg állandóan pörgök, meg igen, egy gyönyörű történetet így elmesélek nevek nélkül, mert nem akarok senkit bántani, mert mindenki él, és mindenki csodálatos, hogy egyszer volt egy próbafolyamat Kaposváron, amikor nagyon, nagyon jó voltam benne, egy gyereket játszottam, és tényleg első perctől kezdve az életem volt. Hát és ott aztán tényleg sok voltam. És akkor a rendező egyszer így haza akart küldeni, jó, most már menjék ki a színpadról, ezt már nem lehet kibírni, és akkor megszólalt egy kollégám, hogy ne őt küld ki, hanem minket hozzál hozzá fel. Ó, de fontos és szép mondat. Ugye? És ez teljesen igaz volt, és meg is értette a rendező, isteni előadás volt, de ez különben egy tempírozás, tehát nem ő tudta, hogy én isteni vagyok, de lehet, hogy már ez egy picit a többieket túl nyomja el, hogy állandóan én annyira jól reagálok mindenre, hogy de rájöttél ennek az eredőjére, hogy ez micsoda? Micsoda. Hát ez a soksság, hát nem ez tudom, a pózálás. Hát, nem, kicsi korom óta is. Tehát én amikre emlékszem, hogy tehát ilyen, nem tudom, talán az ennyi, ez vagyok. Nem de tudom. A színházon kívül is ilyen vagy? Hát valószínű. Hát emlékszem, hogy a nagyanyám, én tudom, bejárt szülőértekezett, és akkor mindig mondták, hogy nagyon helyes az Eszter, de ez 45 percet, ezt nem bírja. És akkor mondja, hát otthon se bírja. Tehát 45 percet nem tud ülni. Tehát valószínű, hogy ez bennem van. De azért már ez enyhül, de azért már enyhül, de azért alapvetően ez a energia azért az nem akarom, hogy enyhüljön. Akkor félek, hogy vége van mindennek. Minek lenne vége? Hát, hogy mondjam, tehát, hogy én, tehát nekem fontos, tehát igen. Akkor nem érdemes csinálni, ha már az energia nem ez. Tehát nem tudom elképzelni az életemet, hogy nem csinálok semmit. És csak vagyok, ezt egyszerűen nem tudom elképzelni. Azt mondtad egyszer a Psotával összehasonlítva, aki ugye 80 évesen abba hagyta, hogy engem le fognak cibálni a színpadról. Most már nem tudom, hogy ezt mondom-e. Én nem tudom. Mások már a szempontok. Az Irénnél volt egy szomorú történet, ezt is elmondom, mert ez engem annyira megérintett, hogy én elmentem megnézni a Macskajátékba őt, és tényleg nagyon nem tudta a szöveget, és a súgó hangosan súgta a darabot. Tehát a nézők számára is egyértelmű volt. És én nem értettem, hogy ezt miért engedik. Tehát miért engedik? Miért nem? Tehát ez erre nem szabad haragudni, arról nem beszélve, hogy szerintem minden színész tisztában van vele ezekkel a tényekkel, hogy időskorban már ezek eléggé akadályozzák az ember színészetét, a szövegtudás,
hiába vagy felkészül, de már több idő kell, például nekem több idő kell ahhoz, hogy egy szerep összeálljon, és én ezt nem szégyellem, és ezért mindent megteszek, hogy az a másfél hónap az nagyon erősen teljen, de én tudom, hogy nekem másfél hónap kevés, már. De Sotának szerinted nem mertek szólni, vagy Sota nem akarta meghallani? Nem, én nem tudom, aztán utána már szerintem ő már azért úgy szembesült ezzel talán, lehet, hogy neki ez volt az utolsó ilyen nagy története, hogy így eldöntött, hogy mégsem csinálja tovább. Neked a környezetben van olyan ember? Aki hát én tudom, bízva. Én tudom. Sota se vette észre. De én meg észreveszem. Észre fogod? Abszolút. Abszolút. Nem, ez odaig el se jutunk. Tehát én odáig el sem fogok jutni, hogy ordítsa végig a sugor szöveget. De nem tudom a szöveget, akkor nem, be sem megyek a színpadra. Nem tehát. Is feltétlenül erre gondolok, mert nyilván ez de, egy ordító látványosság. Na jó, de hát megtörtént egy ekkora művésszel, igen, hogy igen. Megengedték, tehát én nem tudom. De hogyha már nem azt a nívót hozza valaki, amikor már nem olyan engedelmes igen, a technika, igen, igen. A színészi technika. Azt is tudnia kell az embernek. És észreveszi szerinted? Hát szerintem... Én biztos, hogy észre fogom venni, és ahogy látom az idős kollégáimat, nagyjából mindenki tisztában van a saját erejével és jelentőségével. Tudja. Te még nem vettél észre sehol ilyesfajta kopást, ami a néző számára tetten életül lenne. A kopás lenne. Az például ez, hogy nekem a másfél hónap az éppen, hogy elég, az a kopás. De egy hozzád hasonló kvalitás az elveszíteti a szavatosságát? Hát nem tudom, Igazából a lényeg, amit én még azért érzek, és ez rettentően fontos, hogy kíváncsiak rám, vagy kíváncsiak a munkámra, kíváncsiak, akarnak-e velem dolgozni. Természetesen ez már azért enyhül, és azért ennyi idős korban az embernek ezt tudomásul kell venni. De én nekem az a... szerencsém, hogy mondjuk megint ezt a szót, amit nem lehet nem eleget mondani ez a szakmához, hogy én szeretek a fiatalokkal dolgozni, és a fiatalok is úgy tűnik, hogy akarnak velem dolgozni. Ha már őket említed, úgy tudom, hogy Sota halála után az ő tárgyait te magadhoz vetted. Hát ne, főleg egy kis, hát a tárgyait azért nem, de ott rögtön, na az is egy döbbenet volt, hogy azt, ahogy én eldöntöttem, hogy én azonnal fölhívtam meghalt, az egy dráma volt, és én tudtam, hogy elképesztően öltözködött az Irén, tehát csodálatosan imádtam az ízlését, a ruhatárját, a vadságát, uh-huh. És teljesen azonos volt, önazonos, tehát őrületekbe öltözött, jól állt neki, fantasztikus egyéniség volt, és tudtam, hogy ez a mérhetetlen sok sapka, az sál, ez hova fog kerülni, ez vagy bemegy a madárszínetbe, be fogják tolni egy raktárba, mondjuk adott jó esetbe, mert én az édesapám ruháit mindent a katonának adtam, tehát tudom, hogy az egy nagyszerű hely, ahol majd hordják a cuccai, és tudom, hogy hordják is. De jelmezként? Hát persze, hát hogyne, hát az alkat, minden hogyne. Bocsánat, te tudtad is időnként, amíg a katonába játszottál? Igen, egyszer a fekete Ernő, most... nem a fekete Ernő engem egyszer fölhívott, hogy a papád ingében vagyok, mert bele van írva, hogy CL, mert a papámnak az összes ingében benne volt a monogram, és apádnak az ingébe játszom, és akkor ennél nagyobb örömöt nem tudok elképzelni. Úgy nem voltál színpadon, hogy észrevetted volna? Hogy hát úgy nem, hát ezek azért részben át is vannak alakítva, meg hát az apu, tehát főleg az ingei, tehát nem, úgy nem voltam. Hát, ez egy nagy pillanat, meg hát van benne valami szakralitás, hogy nem tudom, persze, én nem meg jó folytatás. Na és ugyanígy gondoltam az Irénnél, hogy úristen, ezek a gyönyörű, úristen, mi lesz? És én azonnal fölhívtam a Madách Színházba a titkárságot, hogy ki az, aki a Sota Irén rokona, vagy ki örököl bármit, és akkor megadtak egy telefonszámot, és hát ott volt a gyász, tehát akkor halt meg, tehát az egész még bennem volt, hogy úristen, most én fölhívom ezt a nőt, hogy szeretném a sapkáit megvenni, de valahogy mégis úgy éreztem, hogy hát, ha ő megérti ezt, tehát, hogy én meg akartam előzni azt a dolgot, hogy ezt már odaadja valakinek. Ti ezt valaha beszéltétek? Soha? Az Irénnek igen. Soha. Egyszer találkoztam vele, az is
egy liftbe, és akkor egy ilyen nagyon nagy szemüvegem volt, és csak az egyik fülembe volt fülbevaló, és úgy bejött a liftbe, és mondta, hogy ez jó ötlet, hogy az egyik fülbe. Miért csak az egyik fülbe van a fülbevaló? És mondtam, hogy azért, mert nagyon nagy a szemüveg. És azt mondta, hogy ez jó, ez jó. Tehát, hogy mindegy, megérezte, vagy a bolondságomat talán. Csak azért is hoztam minden szóba, hogy... Jó, de a lényeg az, hogy fölhívtam, tehát hogy ennek ez folyamat volt, fölhívtam ezt a rokont, állati helyes volt, mindent megértett, és mondtam, hogy természetesen nem gondolom ingyen, hanem kifizettem. És akkor fölmentem a lakásába, és akkor tényleg nagyon sok sapkáját... Kedvedre válogathattál. Igen. És hol tartod ezeket? Hát van egy, hát igen, ez is egy nagyon, tehát így azért... Például az apám cuccai azért nincsenek úgy elől, apámnak a diplomája van kirakva, tehát hogy, de az Irénnek van egy ilyen gyönyörű nagy tál, egy ilyen kristálytál, amire rátettem az egyik ilyen csillogó sapkáját, meg a napszemüvegét, és az úgy ott van. Néha föl is veszed? Hát nem. Nem mered? Nem. Hát azt a sapkát nem. Volt más sapka rajtam, ami, tehát nem amit oda kidobtam, másikat igen. Már miért fölvettem. Nem mered? Ám, mert nincs alkalom rá. Ezek ilyen gyönyörű flitteres sapkák. Mikor veszem föl a flitteres sapkát? Tehát ahhoz alkalom kell. Csak azért is hoztam szóba, hogy a fiatalokat említetted, hogy én úgy képzeltem, hogy egyszer majd te ezt tovább hagyományoznád valami fiatal színésznőre. Hát azt nem tudom, én boldogan az a baj, hogy van erre esélyes, csak... Hát most már nevet kell mondani. De igen, ez például a Takács Nóra díja, csak az szintén a baj az a néha, ő egy csodálatos színésznő, és Alkati, igen, de mégsem, tehát ott, tehát az én, mert már azért próbálkoztunk egy-két dologgal, tehát neki más az arány, tehát más, akkor mondom, én egy ilyen körte alak vagyok, ő meg nem egy körte alak, és azok az én cuccaim nem úgy állnak rajta, tehát majd azt, valószínű az lesz, hogy majd ő menjen akkor föl, és akkor majd kiválogatja, ami neki jó lesz. A Nóra díja. Hogy elöntötte a könny a szemedet? Hát nem, egyáltalán nem, csak gondoltam erre, hogy ez tényleg, hogy ezt le kell írjam. Ezeket le kell írni. Hát kívánt a Nóra díja, majd, hát igen, majd talán megmondom neki. Még nem mondtad meg? Hát ő tudja, hogy én nagyon rajongok érte. Hát még ezeket, még valahogy, pedig most már azért erre kéne gondoljak. Miért kéne gondolnak? Hát mert 100 éves leszek mindjárt. Nem, hogy már ilyen. De nem, de. Eszedbe jut? Micsoda, hogy hány éves lehet? Most egész épp ide jöttem, mondom, úristen, mondom, megkérdezett, hogy hány éve vagyok színpadon, fogalmam nincs, és ki kell egy gyorsan számoljam, és 52 éve. 52 éve. Hát ledöbbentem. Hát én 18 éves koromban ugye nem vettek föl, és én rögtön a Nemzeti Stúdióba igen. kerültem. 18 éves, hát az 52 év, hát akár ugyanígy, ugye? Az 50, annyi. Nem? Jó. Igen, hát azért ez egy szép szám. Büszke is vagyok rá. Lehetsz is. Igen. Na, válasz kérlek egy másik kifejezést. Jó, ezt megnézem, ezt a furcsa, igen, olyan érdekes, hogy csőlátás, ez, mi lehet ez? A csőlátás az arra mondatodra utal, hogy téged csak és kizárólag, mondtad Szegő Andrásnak, Andriska, engem csak és kizárólag a művészet érdekel, semmi más, mondtad. És ez úgy megragad bennem, olvasva ezt igen. a mondatot, hogy igen. ez tényleg így volt? Hogy ez a fajta fókuszáltság, pörgés... Nem, meg főleg szerintem lehet, hogy a politikai dologra is gondoltam itt, hogy... Tehát, hogy annyira fontos a produktum, hogy akkor, hát nem tudom, hogy mikor adtam ezt a riportot, de hogy mindegy, hogy milyen párt, hova tartozik, kicsoda, milyen múlt, a lényeg a produktum, és... Nem erre? Nem, ő próbálkozott, hogy más... terület okozott neki annyi örömet az életben, és azt mondta, ez lehet, tehát, hogy mi érdekel mondjuk talán. Nem okozott semmi akkora eufóriát vagy felfokozottságot, mint a színház csinálás. Hát nem csak a színház, a művészet, hát igen, hogy beültem egy vidám parkba, nem tudom, így magamra tettem egy ilyen vas szerkezetet, és lezuhantam 70 métert, tehát azért az adott egy érdekes állapotot, de hát szóval igen, tulajdonképpen ez érdekel, ez érdekel a
Igen, valószínű, hogy például mindent megteszek, tudom, hogy fontos a természet, tudom, hogy fontos, és meg is teszek mindent, azért azt hozzáteszem, hogy keresek olyan alkalmakat, hogy nyáron olyan helyre menjek, hogy más környezetbe, erdő közepén, stb. Tehát, hogy új impulzusok érjenek, de mondjuk... Augusztus 10-én már hiányzik a színház, nem? Hát augusztus 10-én, hát nem tudom. nem akarok hazudni. Most már egy kicsit el vagyok fáradva, tehát most június 18-áig tart a saját színházomban az évad, de még a Pintér Bélánál játszom, meg még kicsit elmegyek a Balatonra játszani, önálló estet, tehát még azért úgy csűrenek, csepenek, és hát az, ami van, hogy az Aranyoskámban, a Madách Színházban játszom, az júliusban fog végig menni, abba is dolgozom, tehát igen, a művészet az nagyon-nagyon fontos nekem, tehát az nagyon lényeges. Ez valami helyett volt és van, vagy egész egyszerűen ez volt ennyire elementális? Ez érdekel, akkor ezt így mondanám, őszintén ez érdekel. Ez a fajta megszállottság, ez nem roncsolhatta például az emberi viszonyrendszereket adott esetben? Nem volt időd valakire, megsínlette valami? Valószínű, hogy talán megsín, ez egy nagyon, ez egy nagyon önző, úgy érzem, hogy egy önző állapot, amit én éltem, olyan értelemben, hogy ugye nincs családom, nincs gyerekem, én csak mindig színész akartam lenni, és tudtam, hogy nagyon nehéz megoldani, családot csinálni, igazán jól színésznőnek, aki igazából színészni akar lenni. A Takács Kati megnézte a Sirályt, amiben az Arkadinát játszom, az egy színésznő történet, egy nagyon drámai színésznő történet, mert a fia öngyilkos lesz. Tökéletes elemzése egy színésznek, tökéletes elemzése, és akkor bejött a végén, és gratulált, és azt mondta, hogy én anya akartam lenni. Tehát ő nem azt az utat választotta, igen, mint Arkadina. Igen, igen. Én meg, akinek én inkább meg, a színpad volt, én, fontos én, a fiával szemben. Én meg valószínű, uh-huh. Én mindig színésznő akartam lenni. Tehát tudtam, 90-es hogy évek elején én találtam egy interjút, ott te még nagyon gondolkodtál azon, hogy nagyon szeretnél gyereket. Hát nem tudom, akkor az egy pillanatnyi állapot. Igen? Igen. Valószínű, hogy... Hát, hogy épp szerelmes voltál, nem? Igen, igen. De valahogy a szerelmeim is olyan helyzetbe hoztak, hogy... Az olyan hamar kiderült, hogy így egymást talán jobban szeretjük. Mint hogy legyen egy közös. Igen, igen, igen. De nem akarok indiszkrét lenni, mert tapintatlan, de volt olyan interjú, hogy utaltál rá, hogy lehetett volna. Lehetett volna, de ott meg az hihetetlen józanságom és kíméletlen tudatom az, hogy tudtam, hogy én ezt egyedül nem fogom tudni végigcsinálni, és nem akarom. Uh-huh. Az egyik téma az, ha már ezt említettük, hát most igen. Már meg kell, vagy szóba kell, azt mondhatod, hogy azok a férfiak, akik veled voltak, azok aranyszobrot érdemelnének. Az biztos. De miért? Micsoda hőstettekre van nem, szükség? Nem, egy színésznőt elviselni, az nem egy egyszerű dolog. Tehát mit kell elviselni hát olyan nagyot? A zabolátlanságot, a percenkénti változtatást, hogy ami reggel ez, akkor 20 perc múlva már nem az. Akkor csináljuk ezt, akkor, tehát az a teljes zűr, na. Hát ez egy csodálatos dolog. Tehát igazából ez a vicce, hogy amikor beleszeretnek egy színésznőbe, akkor pont ebbe szeretnek bele. Ebbe az őrületbe. Természetesen a kémiával együtt, hát azért azt nem szabad kifelejteni. Csak ahogy Mára írja, a hétköznapok fénytörésében ez a fajta, hogy nem ezt a zabolátlanság, már egy idő után tud terhes és sok lenni. Ideg bajt okoz. De és erről hogy reagáltak általában? Hát jól, sokáig bírtam. Tehát sokáig bírták, akkor inkább így mondanám. Sokáig bírták, de természetesen igazából azt sem lehet elfelejteni, hogy ezek nem civil emberek voltak. Tehát, nem civil emberek. Hát az csodálat. Azok már egyszer volt nekem egy civil barátom, és elmenekült. Mert akkor főpróba héten nem mentem haza. És akkor mondtam, de hát ilyenkor nem tudok hazamenni. Hát megbeszélés van, akkor még utána őrjöngünk, hogy kéne. Tehát nem tudok hazamenni.
De hogy ő lejött Kaposvárra, mi? Hát mondom, oké, de nem. És akkor aztán így elváltunk, el is ment az országból, de nem emiatt, nem te üldöztem. De nem, azért remélem nem én. De elhagyta az országot, igen, elhagyta. Te mond, és ilyenkor, ilyen helyzetekben mindenkit állít az élet ilyesfajta választások elé. Most milyen választások? Amikor van egy magánéleti szál, és van a munkája, és igen, azért az embernek súlyoznia ezért, kell. Igen. Hogy soha nem gondoltál arra, hogy lehet, hogy ez túl nagy ár? Egyszer-egyszer? Nem, mert olyan jó párhuzamba volt mindig. Tehát nekem nagyon harmonikus volt, egy természetesen mindig azokban közegekben voltak a kapcsolataim, ahol éltem, tehát ahol dolgoztam. Tehát nem volt nagy dráma. Nők művészek voltak akkor jó többek szerint. Többek között, igen. Azt mondtad, hogy én csak zseniális emberekbe így van, szerettem így, vele. Ez tényleg így van. Tehát a valószínű, hogy a te, igen, tehát valószínű, hogy tehát az a fiú, akiért én lementem Kaposvárra, ötször rúgták ki a főiskoláról, és az ország egyik legnagyobb színésze lett. Kimondom, mert imádtam, Andorai Péterről beszélek. És Andorai Péter akkor, én a Nemzeti Stúdióban voltam, és imádtam, és ő is imádott, és 18-19 éves voltam, és a Péter lement segédszínésznek Kecskemétre, és egy stúdiós társ volt, tehát ő akkor még nem volt, és nem is Andorai Péter volt, hanem Klóca Péter, és abban a pillanatban egyértelmű volt, hogy mi nekünk találkozni kellett. Uh-huh. És akkor ő még nem, de én tudtam első perctől kezdve, hogy ő egy zseni, tehát ő egy nagyon nagy színész lesz, és akkor olyan mázliára, olyan érdekes, olyan kitartó volt, hogy öt-ötszörre fölvették, tehát ő ötször megpróbálta. Én már harmadszor megpróbáltam, és akkor úgy éreztem, hogy már többet mit próbálgassak. Mondjuk a Nóra Díját is elég sokat szorra vették föl, tehát voltak ezek a kitartó fiatalok. De ha jól sejtem, ez a kecskeméti nem, igen, amit igen, Rusz igen. mondott, ez szabott keretet a ti kapcsolatotoknak, tehát ezzel véget is ért? Nem. Egyáltalán nem ért véget. Nem. No, de viszont, ha azt mondod, hogy ezek ilyen nagy tehetségű, igen, szakmában igen, is de nagyon komoly, akkor igen. Viszont hogy nem lehetett ezt valahogy összehangolni lévén, hogy de, ők de is lehet, tudták hogy ennyi azt. Volt benne. Nem, nagyon érdekes, ezt most vagy bevalljuk, tehát ez most már merettem mondani, mert az idő eltelt, hogy olyan, hogyha nincs család, tehát ha nincs család, nincs gyerek, de mondjuk adott esetben az ugyanolyan nem csak összefogó erő, hanem bármi lehet, tehát, de úgy mondjuk a normális életben gyerek azért egy összetartó, fontos történet. De ha ez nincs, akkor mindig addig tart, ameddig tart. Tehát ameddig, és azt érzem én, hogy amikor így a házasság, vagy azt mondják, hogy életem végéig, meg a nem tudom, akkor mindig, már gyerekkoromban is mosolyogtam ezen, mert szerintem természetesen a kivételek erősítik a szabályt, tehát van erre példa. Tehát látok nagyon boldog párokat valóban. Tehát látok, és izgalmas, helyes életeket, tehát nem roncsok, de alapvetően én azt gondolom, hogy én sem akarok olyan kapcsolatban élni, ami már nincs, nem tud lázba hozni, és nem tud új impulzusokat adni. Nem tudunk egymásnak, hanem csak ilyen megszólalnak, annak már úgy nem érzem az értelmét. Voltál te ahhoz közel, hogy feleség legyél? Igen, el akartak venni, de nemet mondtam. Nemet mondtál? Nem, rögtön. Nem, mert tudtam, hogy na az aztán végképp úgy lett volna, hogy 20 perc múlva elválunk, de nem. Nem ez a lényeg. Számomra nem ez a lényeg, hogy feleség vagy nem feleség. Egyáltalán nem számít. Az a lényeg, hogy két ember összetartozik, és azt hívhatjuk bárminek. Tehát teljesen feleslegek. És attól például tartasz-e? Hogy nekem ez gyakran eszembe jut a kérdés, nekem még nincs családom, hogy a Liv Ullmannal készítettek egy interjút. És azt mondták neki, ő már nagyon idős volt, az szerintem egy utolsó interjújnak egyike volt. Igen. És kérdezte tőle a riporter, hát hogy... Még reméljük, van még interjú. A Liv Ullmann? A Liv Ullmann, hát hogy ne élne? Igen? Hát nem egyszer, most Kámba zsűritag vagy mi. Szóval, hogy Liv Ullmanntól megkérdezték, hogy milyen érzés ennyi díjjal, igen, és ennyi elismeréssel együtt élni.
Mire azt mondta Liv Ullmann, hogy az a baj, hogy este nem tudok a diákkal és az elismerésekkel beszélgetni. Igen, ez teljesen igaz. Ez igaz? Ez teljesen igaz, és azt akarom még elmondani ehhez, hogy, de hát ő neki van családja, meg hát született is gyereke a Bergmantól, tehát ő neki azért volt élete, de már ilyen magánéletéről beszélek, meg tudom, hogy férhez is ment később, de hogy csak azt akarom mondani, hogy ezt is már elmondtam, de azért ehhez elmondom ezt a sztorit, hogy amikor ott voltam az Irénnél, Apsota Irénnél, és akkor már azért a lakás már nagyon puritán volt, de a díjai, az összes díj az ott volt hagyva a polcon, az összes díja, a Kossuth díjtól kezdve, a minden, így álltak sorba, és úgy néztem, és olyan porosak voltak, hogy minden senkinek ne, tehát rokonainak csak kinek kellenek a díjak. Tehát, hogy ez, amit elmond a Liv Ullmann, hogy a díjak este nem tudsz a díjakkal beszélni, a díjak az csak a te történeted, és ha te elmész, az tényleg senki nem örökli, tehát... Meg ez mennyire fájdalmas ez a kép, amit most felfestettél? Hát ez engem nagyon ledöbbente. Ott porosodnak a Ott porosodtak az összes díja, már tök üres volt az összes polc. Ő aztán tényleg mindent megkapott. Millió díja volt, és ott, és néztem, és akkor úristen, azt már azért nem akartam úgy elvinni, de mondjuk nekem is speciális helyen vannak a díjaim, nem mondom el, el van dugva, de egy helyen van az összes, és nekem is azért áll Istennek nagyon sok van, úgyhogy néha rendezgetnem kell, de az tényleg csak azért a személyé, aki megkapta. Tehát senkit nem érdekel egy Kossuth díj már. Hát nálunk ügyesen csinálja a Pogány Judit, az összes díját beviszi az örkénybe, és akkor már ilyen izékben van a vitrinekben a Jutkának az összes díja, és akkor tényleg ott nézzük, és ez állati jó ötlet. De miért viszi be? Miért nem otthon? Mert nagyon messze lakik, és rengeteg gond, azért tényleg kell neki hely. Hát iszonyú sok, de rengeteg díja van a Jutkának, de ez az tényleg egy fájdalmas látvány volt, illetve szembesültem azzal, hogy ez valóban ennyi. Tehát egy élet ennyi, díjaid ott maradnak, aztán kidobják. Szerintem. Ezen gondolkodsz? Mi marad az ember után? Hát most inkább annyira... Pár filmkocka? Nem, tessék? Pár filmkocka. Hát azok megmaradnak. Hát igen, azok a filmek, színházi, most már szerencsére egy csomó színházi előadás is föl van véve, lehet látni, de ez a mi utunk, az szerintem igazából csak annyi, amit valóban élünk. Tehát 100 év múlva már ki fog rám emlékezni, vagy különben a most is ugyanígy. Tehát nyilvánvaló az nap majd megjelenik, hogy volt egy ilyen színész, és ez tök jó. Tehát végül is... De a szomorúsággal tölt el, hogy 50 év múlva már nem lesz semmi. Annyira éles a te kontúrod? Nem, mert nem is kell, hogy éles legyen, mert jön az új. Tehát nem. A jelen az a jelen, benne vagy még, de ahogy telik az idő, már az fogy el, és jönnek az új elképesztő erők, és azok tényleg nagyon erősek. Tehát én visszaemlékszem minden mozdulatomra, amikor most így eszembe jut, hogy jaj, hát öregszem már, nem kellek annyira, és akkor így emlékszem, hogy mi oda lementünk Kaposvárra, mint egy ilyen vert hadsereg, tehát mindent ledózeroltunk. De természetesen a tehetséggel. A lényeg az, hogy mit produkálsz, és akkor tényleg le lehet dózerolni, és most az a feladat, hogy a fiatalok ezt vegyék át. Csak ti nem hagyjátok magatok. Hát még próbálunk harcolni, kapirgálunk még. Már csak kapirgálunk. Dehogy. Na, válasz kérek egy másik kifejezést. Igen. Akkor megvolt a csőlátás. Mi volt még meg, mert most a már... Csőlátás megvolt, egyoldalú szerelemmel kezdtük. Ja, igen. Igen. Menni fog is volt. Igen. Akkor igen, nem tudom.
Tehát de annyira jó, hát most mindegyik jó. Ezeket már tudom, mert majdnem mind érintettük szerintem. Kicsit. Ugye? Azért ügyesen navigálod a műsort. De te mit ajánlasz? Hát most legyél te ajánljál. Tűz és víz. Én legyen a tűz és víz. Ez a testvéredre utal. Így van. Mert hogy én nem tudtam, hogy neked van testvéred. Nekem van egy nővérem. Igen, a legutóbbi időkig nem tudtam most, hogy elmélyedtem még egyszer az életrajzodat. Tényleg így van. Tűz és víz, ez kétségtelen. És ez egy fél mondatodra utal, hogy gyakorlatilag semmiben nem hasonlítod. Nem, hát a külsőre egy kicsit, de meg a szívünk talán, hatalmas szíve van a nővéremnek, és szerintem nekem is. Tényleg, tehát valami olyan csodálatos ez az élettől, hogy ugyanaz a neveltetés, minden ugyanaz iskolák, ugyanazok a szülők, és hogy ő teljesen más életet döntött, és úgy értem a teljesen más, hogy ő család, tehát ő neki nagyon sok férje volt, három férje volt, gyereke, tehát ő egy más, ő nem lett művész, annak indult, és lehet, hogy az volt a fájdalom ott, hogy rettentő jó kézügyessége volt, zseniális, és akkor abban az időben, a nővérem 50-ben született, hogy a képzőművészeti egyetemre, vagy a főiskolára talán egy embert vettek föl egy évbe, tehát abban az időben, és az apám az apa volt, aki rettentő büszke volt, és soha én értem is egyetlen mondatot nem vett föl telefont, és nem intézett semmit, és a nővérem esetében sem. Bár én akkor már persze erről ugye így nem, csak amikor később már, mikor már úgy észnél voltam, akkor tudtam, hogy lehet, hogy Zsuzsinak meg kellett volna tenni. Mert ő azért nem ennyire erőszakos, nem ennyire tudatos lény, mint én vagyok. Tehát ez a tank. Ti jó testvérek vagytok? Én bízom benne. Bízom benne. Nem egyszerű az ügy, mert én nagyon szerettem őt, de én türelmetlen vagyok hozzá. De most én nagyon dolgozom azon, hogy jó testvér legyek. A türelmetlenség alatt mit értesz? Hát, hogy ideg, tehát nem bírom elviselni az ő életritmusát adott esetben, mert lassabb, meg... Tehát, de számíthat rád? Abszolút, hát hogy ne. És én is maximálisan tudok rá számítani. Merszi segítséget kérni, az a típus vagy? A nővéremtől? Igen. Persze. És én bízom benne, hogy ő is, de úgy tűnik, hogy igen. Volt egy idő, amikor egyáltalán megszakadt ez a kapcsolat, és akkor nagyon erősen összevesztünk, de aztán rájöttünk mind a ketten, hogy annyira egymásnak vagyunk, hogy két testvér, hogy nem hiába mást gondol az életről, más a hozzáállása az életnek, élethez, akkor sem lehet, két testvér nem lehet, hogy nem találja meg azt a szálat, ami összefogja őket, és ez mind a ketten nagyon dolgozunk, és nagyon örülök, hogy ez így helyre jött. Melyik őtökben volt előbb meg a belátás, a békülés? Szerintem benne. Benne? Benne, igen. Te ilyen dacos vagy ilyenkor? Durcásabb kicsit? Nem, én dühösebb vagyok, és mérgesebb, és nem vagyok annyira megbocsájtó talán. De ő volt az, aki fölemelte a telefont? Ebben nem, ezt most nem tudom, és ezt hazudnék is, mert aztán volt egy kibékülés, és akkor megint összevesztünk. Hát ahogy kell, volt, igen, tehát azért ennek, de most már, miután tényleg már ennyire vének vagyunk, és ezt viccesen mondom, tehát már nagyon jobban vagyunk, nagyon-nagyon-nagyon jobban, és ennek így kell lenni. Egyet mondj még meg nekem, kérlek, felidéztél egy interjúban egy Katie Bates interjút. Igen. Igen, az Oscar díjas. Oscar díjas. Elmeséled azt? Akkor jobb, ha te mondod el, mint nem, amikor... Nem, az gyönyörű történet, és az is annyira, tehát hogy a világon olyan csodálatos, hogy bárhogy van a világon, az a fajta kategória, vagy az a fajta típusú művész, ami mondjuk te vagy, ugyanaz azokat a dolgokat élik meg. Tehát ez Katie Bates a világ egyik, hanem a legnagyobb színésző, hát a szememben. Nem a legnagyobb, de egy óriás. És akkor föl volt terjesztve a film, amit most te fogsz mondani, a Tortúrára. Föl volt terjesztve Oscar-díjra, és tényleg szenzációs volt benne, és hát egy nagyon szélsőséges
boszorkányt, egy gonosz, bosszúálló nőt játszott, és hát fergetegesen, és föl lett terjesztve. És amikor nominálva van egy művész, fel van terjesztve, akkor hát azt illik tudni, hogy ki van felterjesztve, és amikor be akart menni a bejáraton, akkor a beengedő fiú nem engedte be, hogy vegye elő a meghívóját. És akkor elővette a meghívóját, és különben azért kicsi hasonló dühöm nekem is szokott lenni, tehát nem Oscar-díj meghívóval, de amikor tényleg ott állsz most egy nagyon vicceset fogok mondani, de tényleg amikor egy híres színháznak a büféjébe bemész, és vagy annak a színháznak a büféjébe bemész, hogy 19 évig dolgoztál, ez Kaposváron volt, és lementem, és megkérdezték, hogy kinek írhatom fel, hát azért az dühít. Szólsz is ilyenkor? Hát akkor azt mondtam, hogy a Babarcinak. Tehát igen? Akkor így azt mondtam, annál, amikor azt mondták Kaposváron, hogy kinek írhatom föl, mondtam, aki a Babarci, akkor volt. Mondtam, a Babarci Lászlónak írja föl, és akkor el is meséltem, és hát nagyon nevetett, és mondta, hogy persze, persze. De csak visszatérek erre, hogy akkor őtől elkérték, és akkor hát nyilvánvaló nem esett jól neki. És amikor megkapta az Oscar-díját, akkor ezen a kapun ment ki. Tehát ahol nem engedték be, ott vitte az Oscar-díját, és ott ment ki. És nagy elégtétellel. Igen, igen. Hát ha az, aki nem engedte be, már akkor szembesült, amikor fönn volt a színpadon, hogy úristen, ezt nem engedtem Kit be. Kit nem engedtem be? Igen, ezt csak igen. Azért hoztam szóba egy végezetül, hogy te azzal zártad ezt a történetet, igen, hogy magadra ismertél. Hát most mire? Mit? Hát az előbb elmondtam. Hát én mondjuk ez hogy Oscar-díjat kapjak, azért erről nem álmodozom, mert ez túl gyermekded lenne. De hogy a dicsfény, vagy az elismertség, vagy igen, a jelenlevés, az a te esetedben is úgy gondolod, nincs meg annyira, mint amennyire formátumod szerint járna neked? Hát most ez karakterfüggő. Hát ez nagyon hamar ez egy fontos dolog, hogy egy színész tisztában legyen a karakterével. Ez egy lényeges dolog. Még ha fáj, nem fáj, akkor is úgy van, hogy én egy szubrettipú, tehát a második nő. Tehát van a díva, a primadonna, a díva, azok a Magyarországon a Básti Juli, az Udvaros Dorottya, és még sorolhatnék, a Kovács Adét, nagyon sokan dívák, és akkor van a második, az a szubret, az a karakterszínésznő. Na most, ha ezt az ember az elején nem fogadja el, akkor részben nagyon buta, és egész életében meg fog őrülni. Az egy más kérdés, hogy Kaposváron rengeteg diva szerepet kaptam, hál' Istennek. De volt olyan időszak, most már ennyi idő után, igen, elmondhatod, hogy egy kanálvízbe meg tudtad volna folytani az akkori divákat? Nem, soha nem volt, mert én nagyon sokat dolgoztam, és nagyon jókat. Tehát nem, ilyen nem volt. Engem akartak megfojtani, amikor a Szent Johannát eljátszottam Kaposváron, és akkor például egy híres színésznő el is szerződött Kaposváron, mert nem kapta meg. Egy nagyon szellemes igazgató azt mondta, hogy egy vidéki színházba adsz egy Szent Johannát vagy a Hamletet, akkor sokan fognak elszerződni. Mert sok lesz a sértett fél. Hát igen, és ez így is van, és vannak ilyen szerepek, de visszatérek, tehát ezt tudni kell ezt a karakter lényeget, és a két béc is, ez a karakter, és ha ezt tudjuk és kezeljük, akkor nincs fájdalom. Tehát nem a fájdalom, inkább az, hogy ezen belül, a karakteren belül esetleg nem kapsz lehetőséget. Az fáj. Vagy például, ahogy ezt a szerepet nem kaptam meg, nyilvánvaló joggal, amiről az előbb beszéltem, nyilvánvaló joggal, és fáj, mert nagyon vágytam rá, és nagyon jó szerep volt, nem jött össze. De én ezeket most már tényleg elengedem, tehát nincs értelme. Én bízom benne, hogy majd lehet, hogy fogok vele ezzel a rendezővel dolgozni később. Hát többek között ezt kívánom neked. Köszönöm. És nagyon örülök, hogy itt voltam. Én élveztem. Én is. Liv Ullmannt hagyd benne.